Szabálytalanul parkoló autósok százai lepték el a világ különböző pontjait. Ismeretlen sofőrök parkolnak úgy szabálytalanul, hogy ezzel akadályozzák szabályosan közlekedő embertársaik gyalogos és más járművel történő közlekedését. Hogy szoktam látni szabálytalanul parkoló autósokat? Hát persze, nap mint nap. Elég gyakoriak, tele van velük a város. Úgy hallom, ez ilyen globális jelenség. Hol parkolnak szabálytalanul? Hát mindenfele, hát munkába menet a járdán, értik? Amikor elmegyek egy ilyen mellett, úgy elgondolkodom, hogy mit csináljak vele. Hát a zöldre parkolnak, a fűre. Mi lesz így szegény növényekkel? Én sem állok rá az ő autójára. Mozgássérült helyeken, hát azért tudom, hogy akkor úgy ingyen tud parkolni meg minden, de azért az mégsem szép dolog, hogyha ő nem mozgássérült. Hát nem tudok tőlük biciklizni sem, mert ott parkolnak a biciklisávon. Van, aki a piacon meg a bevásárlóközpontnál is több helyet elfoglal, hát és a többieknek meg nem jut hely, hát ez nem szép. A szabálytalanul parkoló autósok százai közfelháborodást keltettek a világ különböző pontjain. Van, ahol a hatóságok teljesen tehetetlenek. Szerencsére azonban felbukkant egy hős, aki csak úgy hívja magát, a parkoló gorilla. Parkoló gorilla? Az mi is? Az, aki ilyen üzeneteket hagy a szélvédőkön, ugye? Persze, hogy hallottam róla. Állítólag el kell neki a segítség. Ő az, aki ilyen illedelmesen vicceske a rosszul parkolókkal. Nekem tetszik, hogy nem agresszív. Szerintem ő egy igazi hős. Hogy mi? Ez komoly? Kedves nézőink, rendkívüli dolog történt. A parkoló gorillát élőben kapcsoljuk, ugyanis itt van velünk a telefon másik végén. Elárulja, hogy ki is ön valójában? Arra tettük fel az életünket, illetve a szabadidőnket, hogy kicsit jobbá tegyük a parkolási kultúrát. Miért pont gorilla? Megvan az az érzés, amikor szeretne autójával beparkolni valahova, és lát szabad helyet, de látja, hogy ott keresztben megállt valaki, és ül a kormány mögött, és egyre idegesebb lesz, és a végén már legszívesebben üvöltene, mint egy gorilla. Nos, ebből az érzésből született meg a parkoló gorilla ötlete. Mit tesz a szabálytalanul parkoló autókkal? Kártyákat osztunk vicces feliratokkal, amivel arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy parkoljanak normálisabban. Mások is segíthetnek? Hogyne, sőt, örülünk neki, hogyha minél nagyobb lesz ez a közönség. Örülünk, hogyha minél több kártyát osztunk ki, mert minden egyes kártyával jobb lesz a parkolási kultúra, és egy kicsit jobb hely lesz a világ. Aki segítene nekünk és csatlakozna hozzánk, az természetesen megtalál bennünket a Facebookon. Honnan jött az ötlet? Saját tapasztalatból, mert hogy mi is sokszor felidegesítettük magunkat és váltunk gorillává, amiatt, hogy nem tudtunk a városban leparkolni, amiatt, hogy mások szabálytalanul parkoltak le, vagy nem figyeltek oda és nem hagytak helyet másoknak. Milyen reakciókat kapott? Nagyon sok jó reakciót kaptunk, arra számítottunk, hogy sokkal több troll lesz a közösségünkben, akik majd ellenzik ezt az ötletet, de szerencsére nem, eddig mindenki támogat minket, és csak egy-két kritikát kaptunk. Kapott valaha visszajelzést szabálytalanul parkoló autósoktól? Még nem, de már nagyon várjuk. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánunk a munkájához. Sok sikert üzenek a parkoló gorillának. Hajrá, csak így tovább. Reméljük megmenekül a világ a szabálytalan sofőröktől, hála a parkoló gorillának. Leálltunk? Oké. Megiszom egy kávét a büfébe. Icuska, jön velem?